Az idei rendezvény házigazdája a tatabányai szlovák nemzetiségű önkormányzat volt. Ma a népek karácsonyát ünnepeljük. A szlovák, mi vagyunk a házigazdák, a német, a lengyel, a görög és a magyar csoportok, illetve még a cigány csoportok vesznek részt. Mi egy szlovák dalcsokorral lépünk fel, karácsonyi énekekkel, illetve magyar énekekkel. Sajnos most nincs itt minden nemzetiség, mivel ma munkanap van, ez a szombat. A lengyelek és a görögök a kultúrműsorban nem tudják sajnos képviseltetni magukat. Természetesen lesz magyar, hisz ez a hazánk otthonunk. Szlovák, német és roma nemzetiségi műsor. A műsor után pedig egy kis gasztronómiai bemutató, kóstoló, egy kis közös eszem, iszom, beszélgetés, barátkozás. A népek karácsonya szereplőit és az érdeklődő nézőket a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatot tartó alpolgármester Turainé Jón Katalin köszöntötte. Tatabányán 5 nemzetiségi önkormányzat van, és már több éves hagyományra tekint vissza a népek karácsonya rendezvényünk, ami szerintem az adventi időszak egyik legkülönlegesebb rendezvénye, hiszen itt a nemzetiségek a saját nyelvükön köszöntik az egybegyűlteket, a saját kultúrájukat mutatják be, azt, hogy ők hogyan ünneplik a karácsonyt, milyen szokásaik vannak, és utána pedig a hagyományaikhoz méltó étellel kínálják meg az egybegyűlteket. Nagyon sok olyan közös rendezvényünk van, ami az összefogásukon alapul, és mindenki, amiben tud, segíti, támogatja a másikat, tehát minden rendezvényünket közösen szerveznek, felosztják maguk között a feladatokat, évente többször ülést tartunk, amikor megbeszéljük a felmerülő problémákat, tehát úgy látom, hogy ez egy nagyon összetartó közösség. A műsorban színpadra léptek a Vánhidai szlovák dalkör, a Felsőgallai német nemzetiségi dalkör, a Rosmaring gyermektánccsoport, valamint a roma nemzetiségi önkormányzat táncosai és énekesei.